300 000 néző előtt futották le a Sachsenringen a német motorkerékpár nagydíjat. A kormányzó országos ünnepség keretében avatta fel Esztergomban az Árpád-házi királyi palota feltárt maradványait. Szent István évében, Boldogasszony napján, Szent István királyunk halálának a 900. évfordulóján Esztergomba jöttünk, hogy palotát avassunk. Most én előttünk áll hazánk legöregebb román műemléke, magyar műemlékvédelmünk remek szakszerű alkotása. Régi nagy időknek szépséges tanúja hirdeste vár szokán múltunk dicsőségét Szent István vérének, ízlését, nagyságát, koruk színvonalán álló műveltségét. Elkoztassék kedvesen megengedni, hogy Árpád-házi királyunk palotájának feltárt maradványai a nyilvánosságnak átadassanak, és hogy egyidejűleg a Szent Tamás-hegyen emelt Szent István király emlék felavattassék. Pápai nuncius szentelte fel az öreg cserkészek népszigeti telepén épült első cserkészkápolnát. A kápolna szentelést vidám vízi bemutató követte. A kongresszusról nem csak a Magyar Filmhíradó számolt be, de Cserépi László rendezésében dokumentumfilm is készült róla. Ennek a filmnek egy francia feliratos kópiája maradt meg a Filmintézet archívumában. Thank you.
Gennaro Verolino, a budapesti nuncius egykori titkára, sok évvel később, mint érsek, a Vatikánban fogadta a századunk sorozat munkatársait, és azt a küzdelmet elevenítette fel, amelyet a nunciatúra a német megszállás után folytatott. Le 3 février, il me paraît, on a demandé une audience à monsieur le général, le commandant des troupes allemandes. C'était Pfeffer Wildenbruch? Ja, Pfeffer Wildenbruch, oui, justement. Il vivait dans le palais royal, dans les caves, oui. Alors on a demandé cette audience, et nous l'a accordé le soir même, il nous a reçu. Il nous a établi l'horaire à 7 heures. De l'après-midi, sommes entrés dans le palais royal. Et après, on a commencé à descendre vers le refuge où c'était le général commandant. Et là, un ossier s'est ouvert un spectacle encore plus pitoyable, parce que dans toutes les salles, on voyait une quantité énorme de blessés. Il y avait des médecins qui coupaient, qui faisaient des opérations. Et on entendait les gémissements de ces personnes qui souffraient beaucoup. C'était vraiment un spectacle terrible. Enfin, nous sommes arrivés en bas où c'était le général. Il nous a reçus de manière, comme je disais, très respectueuse. Alors, j'ai dit d'une manière tout à fait franche, pourquoi vous ne faites pas un armistice? Alors, il m'a répondu, oh, cela, c'est au-dessus de mes pouvoirs. Je ne vais pas le faire. C'est le soir du 11 février. Il a envoyé un de ses officiers à l'annonciature avec une petite lettre dans laquelle il disait qu'il avait décidé d'évacuer la ville de Budapest et qu'il recommandait à la haute protection de l'annonciature les nombreux blessés qu'il était obligé à laisser dans la ville. Il s'agissait près de 9000 soldats qui étaient blessés. 2000 seulement étaient dans le palais royal et les autres étaient dans différents endroits de la ville. Pendant la nuit, ils ont réuni ses forces, ils ont tenté une sortie, ils s'est engagé, vous savez mieux que moi, probablement, ils s'est engagé une bataille dans la partie ouest de la ville, et après, ils sont sortis. Le jour suivant, le matin, ils ont commencé à entrer les Russes, et comme ça, c'est fini le siège. Országos részvét mellett temették el a hajdúszoboszlói repülő szerencsétlenség áldozatait. Újságírók, a tiszta tollnak, a bátor szónak és a szabad gondolatnak elszánt harcosai, pilóták, a levegő csodálatos égtengerének modern és elszánt hősei, és a nehéz, küzdelemteljes magyar polgári sors munkása várja itt tőlünk, hogy elkísérjük őket az utolsó útra, ahonnan az Isten végzése szerint nincs többé visszatérés. A belga Malinban harmadik Lipót király jelenlétében tartották meg a 25 évenként megrendezett Hans-Vicky Szent Szűz ünnepet. Kunder Antal államtitkár a Magyarok Világkongresszusa alkalmából megnyitotta a Magyar Királyi Külkereskedelmi Hivatal kiállítását. Itt látni méltóztatnak a magyar iparnak, a magyar mezőgazdaságnak, a háziiparnak, a kisiparnak a termékeit, amelyek mindezt, amit elmondottam, hogy mi egy fejlődést értünk el, ékesen bizonyítják. Én arra kérlek benneteket, magyar testvéreim, hogyha ezeket megidézitek, nézzétek meg figyelemben, vigyétek el magatokkal ennek az ismereteit, és ezeket az igazságokat, amiket itt bizonyítva láttok, hirdessétek oda az új hazátokba, és ezzel is segítsétek a régi hazátokat a boldog fejlődésükben.
Vitéz Rácz Jenő honvédelmi miniszter ismertette a sajtóképviselői előtt a magyar honvédelem feladatait. Mindenki ismeri a sajtónak nagy közvélemény formáló erejét. Ezt az erőt szeretném igénybe venni a honvédelem most kezdődő nagy munkájába. Én arra kérem az urakat, hogy támogassanak igazán szívből és lélekkel a honvédelemre váró nagy feladatok ismertetésében, az előbb említett ősi magyar katonás szellemnek az újjáébresztésében és annak az ápolásában, mert ebben látom a reánk váró új honfoglalás legerősebb zálogát.